A Tilinkó zenekar muzsikáját hallhatták azok, akik a Liszt Ferenc utca felé sétáltak ma délután 5 óra tájban. Hagyományosan Kati néni szobránál köszöntötték a város Katalin nevű hölgyeit. Az ünnepségen részt vett a város polgármestere is. Dr. Cserpalkovics András azokat a pillanatokat, érzéseket idézte beszédében, amelyeket kisgyermekként tapasztalt az akkori piacot járva. Vitamindús savanyú káposzta, a frissen szedett piros alma, a sült kolbász és a lángos mind rengeteg ígérettel hívogatott egy kisgyermeket. Akik mi itt vagyunk, biztos, hogy lelki szemeink előtt látjuk a sok szoknyás asszonyokat, amint kínálják portékájukat. Kati nénit is látom, amint nyikorgó kocsiján tolja a piac legnagyobb kacsafeltáját. Kati néni felsővárosi asszony volt, Földi Zoltán felsőváros önkormányzati képviselője beszédében az ünnep fontosságát emelte ki. Az élet gazdagabb lesz, ünnepi, emberi, ha megtöltjük a hétköznapok percét a rendkívülivel, az emberivel, a jóindulatúval, az udvariassal, tehát az ünneppel. Az ünnepi műsor után egy-egy szál virággal köszöntötték a Katalinokat, a vendégeket pedig zsíros kenyér és forralt bor várta. 6 órakor az ünnepi menet átvonulta a Szent Sebestyén templom előtti térre, ahol Szent Katalin történetét felidézve folytatódott a közös ünneplés.